Dr. Petri Pál, egykori országgyűlési képviselő nevét nem csak egyik általános iskolánk, hanem egy városrészünk is viseli. Immár 10. éve a Petri telepi általános iskolában minden ősszel megtartják a Petri napot, mely során koszorúzással és játékos futballmérkőzéssel emlékeznek névadójukra. Idén, szeptember 14-én tartották meg a rendezvényt, és a napfényes időben először dr. Petri Pál szobránál gyülekeztek az iskola pedagógusai, diákjai és a meghívott vendégek. A napokban immár 9 éve lesz, hogy városunk gazdagabb lett eme emlékhelyjel. Ez a szobor igazi éke lett a település rész névadójának és központjának. Mindig emlékeztet arra, hogy köszönettel tartozunk dr. Petri Pál emlékének. De ki is volt ő? Dr. Petri Pál 1881. november 29-én született Budapesten. Édesapja Petri Elek a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke volt. Érettségit a budapesti főgimnáziumban szerzett, majd jogi tanulmányait Berlinben és Lausanne-ban kiegészítve államtudományból doktorált. Párizsban és Londonban tanulmányozta a jogi életet. Bejárta Ausztriát, Svájcot, Németországot, Franciaországot, Olaszországot, Belgiumot és Angliát. Német, francia és angol nyelven tartott előadásokat az itthoni viszonyokról. 1904-től Tisza István gróf meghívta a miniszterelnökség tisztikarába. Először fizetés nélküli gyakornok, majd minisztériumi segédfogalmazó. 1911-től segédtitkár, 1912 és 17 között a harmadik, vagyis a nemzetiségi ügyosztály vezetője. 1918. november 30-ától miniszteri tanácsos. A Petri telep ezen része méltó helye eme míves szobornak, mely Györfi Lajos szobrászművész alkotása. Immár hagyománnyá vált, hogy a Petri napunkat e szobor koszorúzásával kezdjük, hogy méltóképpen emlékezhessünk városrészünk és iskolánk névadójáról. Kérem, helyezzék el az emlékezés virágait. Petőné pap Margit tanácsnokasszony elmondta, hogy a szobor méltó emléket állít az egykori országgyűlési képviselőnek, és lehetőséget nyújt az utókornak, hogy leróhassák kegyeletüket Petri Pál előtt. 2008-ban döntött úgy Püspökladányváros önkormányzata, hogy annak az országgyűlési képviselőnek, akinek a nevét a telep viseli, aki sokat tett az itt élő emberekért, egy olyan méltó emléket állít, amire a későbbi utókor is nem csak emlékezni fog, hanem akár a kegyeletét is leróhatja előtte. Így az ötlet megszületését követően készítette el Györfi Lajos szobrász úr ezt a mellszobrot, ami
annak idején szeptember 11-én került átadásra, és minden évben, vagy ezen a napon, vagy röviddel az ezt követő napokon történik egy megemlékező műsor a szobor előtt. A megemlékezés után az általános iskola udvarán folytatódott a rendezvény. Kis Zsigmond önkormányzati képviselő elmondta, örömére szolgál, hogy láthatja, ahogyan a gyerekek a sport által megmutathatják tudásukat. Emlékezetes naphoz érkeztünk a mai napon, hiszen a Peti telepi iskolában ugye a 10. alkalommal került megrendezésre a Peti nap, ami minden alkalommal nagyon sok fiatal, minden iskola, általános iskolai gyerek részt vesz, és a sporton keresztül próbálják megmutatni, hogy mit tudnak. Griger Mihályné, a Petri telepi általános iskola igazgatónője elmondta, hogyan jött az ötlet 10 évvel ezelőtt a rendezvény megszervezésére. 10 évvel ezelőtt az akkori testnevelés tanító pedagógusok fejébe pattant ki az ötlet, hogy csinálni kellene, szervezni kellene szeptember elején a kezdetekor 5.-6. osztályosok számára egy sport délutánt. Mivel a Peti telepi iskola a helyszín, ezért akkor úgy döntöttünk, tantestületünk úgy döntött, hogy a Petri Pál szobor avatásával kezdődjön ez az ünnepség, hiszen mindenképpen a Petri telep névadójáról szerettünk volna megemlékezni. Így azóta így működik, és elérkeztünk a 10. alkalomhoz. A jubileumot nem igazi tortával, hanem sokkal ötletesebben, csokoládékkal és mosnikkal díszített torta alakot formázó kreációval ünnepelték a sportrendezvény megnyitásával egyetemben. Köszöntöm a püspökladányi iskolák résztvevőit, a pedagógusokat, kedves vendégeinket 10. alkalommal megrendezett Petri napunkon. Mint látjátok, gondoltunk rá, hogy meleg lesz, ezért készítettünk egy ilyen tortát nektek, hiszen mindenképpen szerettük volna külön megünnepelni azt, hogy 10. alkalommal rendezzük meg ezt a sport délutánt. Én kívánok nektek nagyon-nagyon jó versenyzést. Adjatok bele mindent, győzzön a jobbik csapat. A diák önkormányzat elnöke, Olá Attiláné televíziónknak elmondta, hogy mennyire várják a diákok minden évben ezt a napot, valamint a várható programokról mesélt nekünk. Immár 10. alkalommal került megrendezésre, tehát a gyerekek már nagyon várják, és nagyon készülnek rá, mi is megkezdődik az iskola. Már mindig kérdezgetik, hogy mikor lesz a Petri napunk, a Bolha piacot nagyon várják, a rendőrség szokott még kijönni egy rendőrautóval, a gyerekek beülnek, kipróbálják, különféle ajándékokat kapnak, a Vörös Kereszt is felajánlkozott, hogy ők is egy rövidke bemutatót tartanának, ez is nagyon érdekli a gyerekeket. A művelődési ház pedig az ifjúsági házzal karöltve, pedig szintén kézműves tevékenységgel vesz részt a Petri napunk sikerében. 8. osztályos szülők főznek a játszó csapatoknak, egy paprikás krumplival vendégeljük meg évek óta a csapatokat, és itt talán jelenlévő szülőket is. Amikor pedig vége van a sport eseményeknek, akkor 6:30 pedig tábortűz gyújtására kerül sor. Amíg a bitumenpályán folytak a foci meccsek, a kisebbek limonádét árultak és bolhapiacot tartottak. Mivel készül? Hát díszökkel, kövi rózsával, meg ilyesmivel, játékkal. Miért vártad ezt a mai napot? Hát nagyon vártam a bolhapiacot, a sportot. Nagyon vártam. Mindig örülök, amikor sok gyerek összegyűlik, és lehet beszélgetni, eladni dolgokat, meg hát ezért várom mindig. Tavaly is adtál már el? Igen, tavaly is. Tavaly is zsákbamacskát és limonádét. Városunk általános iskoláinak fiú és lánycsapatai bemelegítettek a mérkőzések előtt, az edzők pedig még utoljára tanácsokkal látták el a gyerekeket. Föl fogsz menni Kori helyére, középpályára. Maradsz még egyelőre. Te is maradsz, jó? Oké? Okay? Megnézzük, hogy mi lesz. Amíg zajlottak a küzdelmek, a szülők és a diákok együtt hámozták a krumplit, a kolbászt és az egyéb hozzávalókat a paprikás krumplihoz, s a bográcsban lassan rotyogni kezdett az ízletes étel. A tanulók, a versenyzők, a szülők és a pedagógusok is jól érezték magukat ezen a napos szeptemberi délutánon, ahol méltóképpen emlékeztek meg névadójukról.
A sportmérkőzésekről részletes tudósítást sportműsorunkban láthatnak.